Üdvözlöm megint az újbudai közönséget, a lokálpatriótákat, civileket, itt élőket. Itt van mellettem egy nagyon csinos hölgy, ráadásul képviselőnő. Bernadett, nem újbudai képviselő vagy, de itt van nekünk egy Kreitler Sas Máté nevű LMP-s képviselőnk, Ecem a kerületben, aki ugye a zöld ügyeket is képviselni érdekünkben. Hogy tudod te őket, mint parlamenti, és hogy tudod segíteni a Máté munkáját? Egyébként egy tök más kerületből, mert ti hogyan gondolkoztok akár Kőbányán a civilekkel való kapcsolatról, esetleg kapcsolatban vagy a újbudai civil szervezetekkel, mit lehet róla tudni? Alapvetően én országgyűlési képviselőként tudom segíteni a Máté munkáját, hiszen nekünk több közös projektünk volt korábban is, például a Saroktelep ügyében is részt vettem valamennyire, vagy például Kispesten a Konorban a kis erdővédőknek is szívesen segítek mindig, nálunk Kőbányán a népligeti civileknek. Tehát én alapvetően úgy gondolom, hogy ez a képviselői mandátum, ez arra is szolgál, hogy minél inkább segítsem ezeket a civil kezdeményezéseket, és ami saját vagy akár más pártok önkormányzati képviselőit is, úgyhogy bármikor, bármilyen problémával fordulnak hozzám, be tudok adni javaslatot az országgyűlésbe. Nem mindig megy át sajnos, de akkor már esetleg sajtóvízhangja tud lenni, több ember figyel rá oda, többen csatlakoznak a civil kezdeményezés. Ez mind nagyon fontos szerintem ebből a szempontból. Ebből van hív kapcsán, akkor szerintem most megkeresett téged a költér, és aki az egyik nagy szervezője ennek az ellenállásnak, legalábbis az újbudai résznél. Hát itt úgy is felfoghatjuk, hogy a valami híd, ami szerintetek inkább Albertfalva híd kell, hogy legyen, ott ti egy ilyen kohéziós erő vagy a különböző kerületek a civil szervezetek között. Tehát lehet téged magyarul keresni ebbe az ügyben? Engem egyelőre még nem kerestek meg, de nagyon várom, hogy megkeressenek. Igen, valóban így országgyűlési képviselő. Szécsi Jakab, hallottad, neked keresni, kedves Bernadettet. Egyébként Ilkával már találkoztam másodban, hiszen nekik volt egy szintén kompakt várost szorgalmazó javaslatuk, ami szerintem abszolút felkarolható, és majd a továbbiakban is szeretnék ezzel foglalkozni. Úgyhogy én igen, várom ezeket a megkereséseket. Hiszen Délpesten már elkezdtünk mozgolódni korábban, ugye Ferenc István kollégámmal, amikor még Kőbányai önkormányzati képviselő voltam, és ezt az ügyet viszem tovább a parlamentben, most hétfőn is felszólaltam a galvani hídügyében, legalábbis volt erre vonatkozó megjegyzésem, és úgy gondolom, hogy tudok kapos lenni, hiszen itt az lenne a cél, és szerintem a galvani hídban az is egy nagy probléma, hogy most ugye az utóbbi időszakban mitől volt hangos, attól volt hangos, hogy Ferencvárosra vagy Kispestre tolják rá ezt a nyomvonalat. Erről vitázott a két kerület, ezt így nem lehet csinálni szerintem a különböző városrészekben élő civileknek, össze kell fogni, hiszen itt nem az a cél, hogy most az én utcámban ne menjen, az én kertem végében ne menjen, hanem itt az a cél, hogy a várost egybe kell nézni, és azt kell elérni, hogy Budapestre ne csődüljön be még több tízezer autó, itt forgalomcsillapítása lenne szükség, és ezt csak az egész városban egyöntetően tudjuk elvégezni, nem lehet belváros kontra külváros, nem lehet 9. kerület kontra a 19. kerület, nem lehet ilyet csinálni az emberekkel. Készült erre egyébként, én nem tudok róla, hogy készült erre valami hatástanulmány, valós hatós tanulmány, hogy most létrejön mondjuk a galvani, de most mi is a helyszín a lényeg. Azt tudjuk, hogy 50 ezer autó. De hogy ezt hogy tudja fölfogni ezekről, és itt nem egy kerületről beszélünk, hanem vagy 4-ről 5-ről. Ez egy elég sok kerületet érintő történet. Van erről valamilyen kimutatás, hogy mégis eddig az autók szerintünk honnan, hová fognak haladni? Melyik kerületet mennyire terheli? Arról nem beszél, hogy arról beszélt annak idén Karácsony Gergely, hogy az a belvárost mentesíti. Biztos, hogy így? Biztos, hogy nincs így. Egyetértek. Mert ugye az eltűnő autók helyét általában újabb autók szokták átvenni. Itt azt kell észrevenni, hogy a 90-es évek óta folyamatosan nő a nyomás a fővároson. 90-es évek óta folyamatosak a dugók, de már hallottam egyébként 70-es évekből is ilyen beszámolókat. Egyre több az autó, a kapacitás pedig véges, mert hogy például a Nagykörútnál sem bonthatjuk ki a házakat azért, hogy újabb sávokat hozzunk létre. Úgyhogy emiatt is nem lehet több autót beterelni a városba. Hatástanulmány az alapvetően született, de vannak ezzel kapcsolatban vitáink. Egyrészt az, hogy nagyon szépen meg lett húzva az Üllői útnál a tervezési szakaszhatár, ezért például a kőbányaiak sokszor nem is tudnak arról, hogy rájuk mi vár, hiszen odáig nem tartott a tervezési szakasz, és ezért nem tartott már a hatástanulmány sem odáig. Ez az egyik probléma ezzel. Ti egyébként, tehát ha ti eznek birtokában vagytok, lehet arra a mód és lehetőség, hogy akár lokálpatrióta által ide, hogy nem mutatni ezt, hogy ne álljunk meg, hogy miért nem fog megállni az idei úton, illetve egy külbudán szervezve lesz, volt már valami témában a szeretett konferencia, hogy nevezik itt, és ott volt sok képviselő. De ennek szerintem a gyógyában az, hogy nem lesz folytatás. Akkor is gondolom, mit vagyunk ezt? Persze. Mert azt mondom, hogy ez
helyekről, és meg kéne mutatni ezt a hatástanulmányt, hogy aki különböző helyeken én is érezze és lássa, ez bizony ott is érinti. Így van. Ugye ez a hatástanulmány egyébként felkerült a 444.hu-ra, ők írtak is róla cikket. Nagyjából ennyi, amit most tudunk. Kis erdővédőket tudnám említeni, hiszen ők most perre fognak menni a környezetvédelmi engedéllyel szemben. Úgyhogy arra bátorítanék mindenkit, hogy támogassa a perüket pénzzel is, én is megtettem. Tehát mindenképpen fontos, hogy a megfelelő összeg összegyűjjön és tudják ezt az ügyet továbbvinni. Ami miatt még szintén nem valószínű, hogy forgalomcsillapítást hozna, hiszen a hatástanulmányban szereplő promóciós számokat csak úgy tudták kihozni, hogy dugódíjjal számoltak a belvárosban. Tehát amikor viszont mi javasoljuk a dugódíjat a parlamentben, itt, hogy hétfőn is megtettem, akkor Dömötörcsad olyan stílusban válaszol, ahogy. Úgyhogy sajnos is itt áll ez a dolog. Hogy neki lenne megfelelő stílusban válaszolni, nem? Tehát ha már így nézzük. De hát azért a parlamentről azt kell mondanom, én a lokálpatriótában sok cikket írok, és sokszor jelenik meg parlamentről, és én csak egyszerűen óvodásoknak, bocsánat, nem ott dolgozol, de én számomra a felnőtt óvodásoknak a, nem is tudom, az ilyen szakképzőköre az egész parlament. Nevetséges, ami ott zajlik, és itt külön kiemelve nevetségesnek tartom, hogy parlament tekintélyéről beszélünk, és ezért szabunk ki vésárokat. Hát hol vannak a parlament? Már tekintélyével? Rég nincs. Civilek szempontjából már rég nincs. Na nem politizálsa, csak amely szóba hoztad. Viszont itt szeretném mondani és egyben segíteni és képviselni és támogatni Bernátot, hogy igen, a Galvani hídnak a perét igenis segítsük. Egyébként a körtér mellé áll, a lokálpatrióta is megjelentette a segítségkérést. Én innen is kérek minden új budai lakót, hogy nekünk is érdekünk, hogy ez a projekt ne így valósuljon meg, és bizony ehhez kiindulva a Popék peréből, itt 2 millió forint minimum az, amivel számolni kell induló költségnek, ha csak egy per lesz. De a Popéknél is úgy tűnik, hogy már a második fog kezdődni, de fogjunk össze. Tehát, és én ezt köszönöm az LMP-nek, köszönöm a Bernadettnek, most nem állítottál szembe itt áll mellettünk, köszönöm Kretles a Smáténak, hogy itt a kerületben védi a zöldek érdekét, védi a civilek érdekét. Haladjunk ezen az úton. Mi is ezt képviseljük a működésre. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm.